Ha rend és rendszer van az otthonodban, rend és rendszer lesz az életedben is. Ebben a rendben és az egészséges kemikáliáktól mentes takarításban segít a trendrakó alapítója, Bartus Marcel, vagy ahogyan többen ismerik az ecetes rác, aki színészi tehetségét és népegészségügyi szakemberként megtanult tudását gyúrta össze egy olyan elegyé, mely által százezrekhez jutatja el üzenetét. Az iskolában azért én ezt a sotén tanultam, nagyon-nagyon sok ö, olyan problémával találkoztam, hogy túlfertőtenítik az emberek az életüket. És ez nem volt jó, mert rengeteg betegségnek pontosan ez a hordozója, hogy lesterilizáljuk az otthonainkat. És innen jött, hogy ezt én szerettem volna megmutatni, és a színészi véna pedig pont segített ebben, mert egy kicsit érdekesé tudom tenni ezt a sokaknak száraz témát. Szülői mintának köszönheti környezet szemléletét, mely az évek során küldetésévé nemesedett. Az a mottom, hogy ne egy ember csinálja tökéletesen, ne én, hanem mindenki csinálja egy kicsit jól, és akkor megmenekülünk, mert ez a legfontosabb, hogy próbálkozzon mindenki. Nem vagyunk teljesen annyira zöldek, hogy mindent, ami műanyag, azt elítélünk, de hogy próbálunk úgy élni, hogy minél jobban távol tartsuk a vegyszereket magunktól, én ezt teljesen megoldottam már a háztartásomban, és szeretném továbbadni az embereknek. Nemtől függetlenül egyre nagyobb követőtáborra rendelkezik a trendrakó, mely bizonyítja, hogy egyre tudatosabbak vagyunk a környezetünk védelmében. Emellett a pénztárcánknak is kedvezünk, hiszen néhány olcsóbb összetevő segítségével, mint az ecet, a szódabikarbóna vagy a mosószóda, könnyedén helyettesíthetjük a drága, egészségtelen tisztítószereket rengeteget lehet elspórolni, és ugye ez nagyon fontos, ezzel tudom a legjobban megfogni őket, ki jön 18 évesen az otthonából, az anyukája, már, tehát hogy saját magát kell fenntartania, és nem a legfontosabb az, hogy hát maradjon egy kis pénzem, és ezzel nagyon sokat lehet, és meg tudom őket fogni, és akkor rájönnek, hogy ez egyébként nagyon jót tesz egyébként a, a szervezetüknek, a környezetüknek, akkor ott is maradnak velem. Marci Jászberényi workshopján szeptember 11-én a vegyszermentes háztartás alapjaival ismertette meg a résztvevőket, akik a két órás esemény keretében néhány természetes tisztítószert is elkészíthettek. Az ingyenes rendezvény szervezője a Momentum mozgalom volt, akik szintén elkötelezett hívei a környezetvédelemnek. A környezetudatosság azt gondolom, hogy egy nagyon fontos eleme annak is, amit jelen pillanatban mi képviselünk, és a környezettudatosság talán a jövő egyik legfontosabb záloga nálunk. Marci nevét és munkásságát fiatalkora ellenére mára az egész ország ismeri. Nagy sikert aratott a tavaly év végén megjelent természetes tisztítószer recepteket tartalmazó első könyve, melyet hamarosan a második is követ, de már a televízió képernyőjén keresztül is találkozhattunk vele. A Jászberényből indult trendrakó marci bátorsága, kitartása és tudatossága példa értékű lehet városunk fiataljai előtt is. A Jászberényi fiataloknak azt tudom üzenni, hogy merjenek teljes mértékig önmaguk lenni, mert Jászberény egy olyan város, ahol ez lehet. Mindig is lehetett, fantasztikus volt nekem a diákkorom is itt, nagyon jó volt, azért is tudtam kiteljesedni, és azért mertem ennyi helyen kipróbálni magam, mert támogató tanári közösségem volt, meg támogató szülők, meg egy városna, mindegy, nem is elérzékenyülök itt a végén. De tényleg ennyit tudok mondani, hogy nagyon fontos a kitartás, nem szabad, hogy butának nézzék, saját magukat azért, mert a világ azt gondolja róluk, és legyenek tudatosak.